A Mi Hazánk mozgalom mai sajtótájékoztatóját azért hívtuk össze, mert támadás alatt van a déli határ, a magyar-szerb határ, ráadásul egyre agresszívebbek a migránsok, hiszen most már nem csak kövekkel dobálják folyamatosan a rendőrautókat, illetve a határt védő mezőröket, hanem tegnap közzétettem a saját YouTube csatornámon egy videót, amelyben azt is bemutatjuk, hogy most már fegyver is van a kezükben, amikor átlépik a magyar-szerb határt, és átmásznak a létrákon, a határkerítésen keresztül, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos ügy, ezért sajtótájékoztatót hívtunk össze ide a parlamenthez. Ugyanakkor én hiába jöttem ide Ásotthalomról, a déli határ mellől, hiszen láthatják, hogy itt körbenéznek, hogy sehol egyetlen egy újságírót sem látunk, miközben rengeteg teljesen jelentéktelen üggyel pedig foglalkozik a média. Hát ez van ma Magyarországon, a Fidesz számára a déli határ védése az inkább egy kommunikációs, egy választási kampányfogás, a balliberális oldal pedig, illetve a mögöttük álló globális gazdáik pedig kifejezetten örülnek a migrációnak, így aztán megint úgy érezzük ott a déli határ mellett mi polgármesterek, mint hogyha magunkra hagytak volna minket, így aztán a két ásotthalmi önkormányzati mezőrünkre tudok legjobban támaszkodni, őket azonban folyamatosan támadják a globális szervezetek által finanszírozott magyarországi álcivil szervezetek, mint például a TASZ, amely most feljelentést tett az ásotthalmi önkormányzati mezőrség ellen, arra hivatkozva, hogy jogosulatlan közbiztonsági tevékenységet folytat az ásotthalmi mezőrség azzal, hogy védi a határt, illetve a migránsokat próbálja megállítani, miközben teljesen egyértelmű, hogy a mezőr hivatalos személy, és pont ez a dolga, amit tesznek, tehát ásotthalom külterületén védik az ott élők, illetve biztonságát, illetve a vagyonát. Ennek ellenére azt látjuk, hogy magunkra maradtunk, és amikor nem csak kővel dobálják a rendőröket, illetve a rendőrautókat, hanem fegyvert lobogtatnak a kezükben, fegyvert mutogatnak a kamerába, és utána ilyen videókkal árasztják el az internetet, akkor azt gondoljuk, hogy végre a magyar kormánynak azonnal cselekednie kell, a magyar honvédséget kell a határa vezényelni, nem kampányfogásként, hanem azért, hogy védje a határt, illetve védje a határ térségében élőket, hiszen mi mindannyian ott élünk tanyákon, miközben most már lakott és lakatlan tanyákba napi rendszerességgel törnek be a csak ásotthalom területén minden éjjel több százan Magyarország területére betörő illegális bevándorlók, tehát azt követeljük a kormánytól, és azt követelem én is, nem csak a Mi Hazánk elnökeként, hanem ásotthalom polgármestereként hivatalosan is, hogy a magyar honvédséget küldjék a határa, páncélos járművekkel védjék a határkerítést, ne a rendőrautókkal, mert azokat összetörik, és nem is ez a feladata egyébként a rendőrségnek. Állítsák vissza a határőrséget, és ameddig a határőrséget nem állítják vissza, addig várjuk a magyar honvédséget, várjuk a páncélos járműveket, várjuk a tech páncélozott BTR-jeit, amelyeket nem majálisokon és gyermeknapokon kell mutogatni, hanem ott kellene most a határkerítés mellett állniuk.